Nekem a tánc. A tánc. A tánc jelent mindent. Élvezet. Az szívem csücske. Szerelem és kihívás. Kemény gyakorlat. A siker. Tulajdonképpen az életemet. Pécs volt az alkalmas város, azt hiszem arra, hogy ezt a balett együttest megalakítsuk. Gyertek, nézzük meg! Az elejére álljatok. Mindig alakulnunk kell a körülöttünk lévő világhoz, ezt nem szabad elfelejteni. A tánc az a pillanat művészete. A világon nagyon sok nyelven beszélnek az emberek, de egy nyelvet mindenki ért, és ez a zene és a tánc. Tehát a táncművészet összeköti az emberiséget, hidakat képez, békét tud teremteni. A tánccal meg lehet teremteni a lelki és a testi harmóniát. Élni tudok és lélegezni és egyensúlyba lenni saját magammal. Tulajdonképpen az Imre ötlete volt, hogy kellene egy alkotóművet létrehozni valahol vidéken, ahol egy olyan város van, ahol van zenei múlt, ahol vannak támogatók, és ott hozzunk létre olyan balett együttest, ami megfelel a Bezsár együttesének a stílusához. Mi voltunk az első modern balett együttest, ezt el kell mondani. Ez egy mérföldkő a táncművészetnek a történetében. Imre emberi történeteket mesélt a tánc nyelvén, balonkabátos fiatalok találkoztak, szerelemre gyúltak, különböző élethelyzetek. Ez teljesen szokatlan volt. Gyere, kijön, ez az. Vigyázz, Zsuzsi, vigyázz. Szépen, ez az. Tedd arrébb a lábaddal, te emeld meg, ez az. Óvatosan, várd meg, míg ül. Most húzd el! Az Imre akkori kortárs magyar zeneszerzőkkel iratott zenéket, és ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy megrendelésre is írtak balett zenéket. Az Imrei alkotóvilág után volt egy másik alkotó, Tóth Sándor, és ő mást gondolt, sokkal több humorral, sokkal több játékkal történő dolgokat. Mi pedig hittünk abba, hogy a mozdulatokkal, a díszlettel és a jelmezzel és a világítással, a táncosok kifejező eszközeivel nagyon sok mély gondolatot el lehet mondani. Sándor után jött Herzog István, aki egy nemzetközi világot hozott be Magyarországra, megint klasszikus alapú karakterábrázolás, történetek nála is. Az volt az én elvem és célom, hogy olyan társulat legyen, akik mindenre képesek. Egy táncosnak mindent kell tudni, nekem ez volt mindig az elvem, és én ezért dolgoztam is annak idején, mint táncos, és én ezt elvártam a táncosoktól is. Én mindig szerettem a táncosaimat, akikkel dolgoztam, és ezt ők érezték is. Egy nagyon sok balettet én úgy csináltam, hogy valamilyen zene megtetszett, a zenéből indultam ki, és azt reflektáltam. Tehát amit belőlem kiváltott az a zene, azt megpróbáltam a mozdulatba önteni, meg a gondolatiságát, meg az érzelmi világát. Táncban, mozdulattal olyan dolgokat lehet kifejezni, amit tényleg néha szavakban nem. Az én kapcsolatom a Pécsi Balettel az
mondhatnám azt, hogy szinte kezdetektől, az én pályafutásom kezdetétől összekapcsolódott. Komolyan vettük azt, hogy egy ekki repertoárt visszaújítsunk, mert azt gondolom, hogy a Pécsi Balettnek attól az embertől, aki alapította és létrehozta ezt az együttest, attól ennek az együttesnek mindig kell játszania egy darabot, vagy ezt, vagy azt, vagy azt a darabját. Csináltunk egy olyan repertoárt, egy olyan színes repertoárt, ami a minden táncosnak az álma, hogy sokféle koreográfussal dolgozhasson. Nem volt egyszerű. Minden balettigazgató egyébként megpróbálta, senkinek nem sikerült. Erre nagyon büszke vagyok, hogy nekem sikerült. És sikerült 2017-ben, hogy önálló legyen a Pécsi Balett. Önálló jogi személy legyen, és gyakorlatilag a jövőjét, a brandjét, a műsorpolitikáját, mindenit saját maga, a saját szakmai koncepcióján belül tudjon megvalósítani. Harcok mindig vannak. A 2017-ig az önállóságért, de természetesen utána meg az életben maradásért, és azért, hogy mi legyünk a legjobbak, vagy mi lehessünk a legjobbak. Azon kívül, hogy fizikai erőbedobás, hogy adrenalin, a tánc csoportos művészet, egymás gondolatát, mozdulatát kísérni kell, nem hogy figyelni és látni, érezni. Ez nálam úgy indult, hogy a rengeteg mester, meg a rengeteg alkotó, akivel dolgoztam, nagyon-nagyon sokat kaptam, nagyon sokat tanult a testem, nagyon sokat tanult ugye az elmém is. Eleinte magamnak kezdtem el csak szórakozni, kombinációkat gyártottam egyedül a terembe. Nagyon sokat improvizáltam, próbálgattam stílusokat, próbáltam leutánozni azokat a mestereket, azokat a koreográfusokat, akikkel dolgoztam. És egyre jobban és jobban sikerültek ezek a kombinációk, amiket én csináltam itt magam meg a terembe. És akkor ezeket a Balú, vagy éppen más koreográfus, akinek igénye volt rá, vagy olyan metodika szerint dolgozott, ezeket belerakta a darabokba. Igazából innen indult ez az egész, és akkor még rátevődött az, hogy elkezdtem kicsit a külső szemmel is nézni a darabot. Legalábbis próbáltam a koreográfusnak a szemével nézni mindig egy munkafolyamatot. Ez a világ, amiben mi dolgozunk, meg élünk, ez igazából kimeríthetetlen és megtanulhatatlan. Egy élet kevés ahhoz, hogy az ember kitanulja ezt a szakmát. Szerintem az alkotásban, tehát most például ugye a Piroskát próbáljuk, Piroska és a Farkast, ott itt ugye én vagyok az asszisztens, Kecsó meg a koreográfus. Szerintem itt sokkal gördülékenyebben tudunk együttműködni, mint magában a táncban. De én azt gondolom, hogy a színpadon egyáltalán nem látszik, meg nem is érezzük. Nem. Ott csak így a teremben, így a mindennapokban. Én inkább magát az egészet nézem, mint alkotó. Ő pedig a kicsi apró hibákat is azonnal kiszúrja. És akkor kiegészítjük egymást. Annyit mondtatok szerintem, hogy tényleg, hogy a másik felemet megtaláltam. Hát az, hogy ő engem kiegészít. Tökéletesen. Minden nagyon-nagyon jól tudjuk egymást kezelni, mert ami nekem az erősségem, az az ő hiányossága. Ami az ő erősség, az az én hiányosságom. És mindig vannak azok az élethelyzetek, amikor én nyúlok le érte és húzom vissza, és akkor vice versa, ő nyúl értem és húz vissza.
Szóval mi nagyon jól működünk együtt. Amikor elkezdtem a Pécsi Balettnál dolgozni, ott is fontosnak láttam, hogy esetleg a modern irányban kicsit tovább képezzem magam, vagy nézzem meg azt, hogy egy nemzetközi mércével hol tartok. Ez számomra mindig is fontos volt, hogy igenis tapasztaljam meg azt, hogy milyen az, amikor több más nemzetiségű, velem egykorú fiatal van együtt és dolgozik. És ez egy jó tapasztalás volt Dániában, Kopenhágában egy hetes kurzus, akkor Amsterdamban egy hetes, Londonban voltam egy hétre, és ez sokszor rádöbbentett arra, hogy van még mit dolgozni. Jellemző rám egy ilyen túlzott maximalizmus, de bevallom őszintén nem mindent érem, szóval például otthon nagyon szeretek semmit csinálni. Mikor megszületett a kisfiam, ez egy csoda volt, de komolyan, és megtanított igen arra, hogy egy kicsit értékeim a pillanatot, ne csak azt, hogy forgassam a malomkereket, és őrüljem, és haladjunk, és csináljuk, hanem hogy megálljunk, és azokat a mosolyokat, azokat a első szavakat megragadjuk. Úrik Dóra, valamint Vince Balázs, a Pécsi Balett vezetői megkerestek, hogy szeretnék, hogyha a táncvezeti képzést vezessem. Közel egy oldalba leírták, hogy én nekem mi a tennivalóm, és akkor jött ez a kemény egy-két év, amíg mindent megtanultam. És bízom benne, hogy eltelt 5 év, és hogy egy kicsit rugalmasabban, könnyedebben, vagy kicsit nagyobb hatékonysággal, vagy rálátással tudom ezt vezetni. Azt tudom, hogy a növendékkel mindig őszintének kell lenni. Ha rossz, ha jó, mert akkor sose fogják csalódások érni. Persze mindenkit ér, hiszen ebben a szakmában mindenkit ér, és jönnek szembe a pofonok, és a simogatások, amiket mindig azt gondolom, hogy kis kételjel kell fogadni, hogy ez valóban annak szól-e. De én próbálok minden növendékkel őszinte lenni, megbeszélni az esetleges problémákat, és felkészíteni, a legfontosabb felkészíteni az arra, ami vár rá. Táncról azért nehéz nekem beszélni, mert annyira az életem része, hogy nem vetődik fel egy külön fogalomként, hogy számomra mit jelent. A mindennapjaimnak a része. Ahogy felkelek, már ahogy a terembe megyek, akár a mosogatás közben, a gyerekemet nézve, tévét nézve jönnek az ötletek, hogy esetleg mit lehetne az iskola számára megcsinálni, megkoreografálni. Mert igenis, ha az ember sikert ér el valamiben, az meghatározza az ő életét és jövőjét, és abból a nehezebb napokba tud táplálkozni. Sokszor egy-egy nagyobb volumenű dolgot mondjuk úgy tudok a színpadon megtenni, vagy megcsinálni, hogy egy csalódásból táplálkozom. Abból a dűből, vagy abból a kudarc élményből, hogy de csak azért is.
fantasztikus idő volt a 60-as években, amikor a fiatalok vonatra szálltak és lementek megnézni egy előadást. Ez az idő elmúlt, de most a Pécsi Balett száll vonatra vagy buszra is jön el, és mutatja meg a budapestieknek azt, hogy mit tud. Hát ez leginkább akkor jó, amikor visszafele jövünk előadás után, mert ugye rá vagyunk kényszerülve, hogy egy kis légtérben, egy buszban utazzunk együtt, és ilyenkor van alkalmunk legalább megbeszélni egymással a történéseket, hogy ki hogy érezte az előadást, kinek milyen volt, mit tapasztalt, mi volt más, mi volt ugyanolyan, mi volt jó, mi volt rossz. Mindig van egy kis csapat összekovácsoló hatása. Egyszer látjuk azt, hogy milyen munka folyik bent az előadáson, a színpadon, és nem látja a közönség, hogy a színpad mögött, a zsinórpadláson és mindenhol ott milyen munka folyik. Van egy erős csapat ugye a Pécsi Balett táncrészei, és természetesen vannak a műszaki embereink, a világosítók, a hangosítók, a díszítők. Hála Istennek egy fiatal csapatról, a háttér csapat nagyon fiatal, nagyon agilis. Egyrészt személyesen is tudsz fejlődni abból, amit a másiktól hallasz, hogy mi az, amiben szerinte fejlődnöd kéne még, vagy mi az, amiben pont jó vagy, és ne változtass rajta. Másrészt így a partneredet is például, vagy a kollégáidat is jobban megismered, hogy ők hogy érzik magukat a színpadon, nekik mire lenne még inkább szükségük előadás közben, vagy esetleg a próbákon, és mi az, amiben még jobban együtt tudnátok működni. Volt az, amikor mindenki azt érezte, hogy képtelenség, hogy még egyszer ugyanígy, ugyanilyen minőségben, ugyanannyi energiával megcsináljuk az egészet, ez lehetetlen. Aztán csak sikerült, és nagyon nagy sikere volt. Más játszóhely, más energiákat hoz ki a csapatból, én úgy gondolom. És nem is gondoltuk volna, hogy ekkora siker lesz, hogy visszatapsolnak minket. Tehát, hogy már az első előadáson, illetve a főpróbán éreztük azt, hogy nagyon tetszik a közönségnek, és ugye a rendes előadáson pedig tényleg az, hogy így visszatapsoltak minket is, és láttad a nézők arcán, hogy mennyire élvezik, és például a szüleim is nézték, és ők is mondták, hogy anyukám mondta, hogy nem tud ma aludni, olyan szinten feltöltötte, hogy teljesen így zizeg, és nagyon-nagyon tetszett nekik. Úgyhogy ennek viszont örülünk, mert rengeteg munka van benne. Mindig is nagyon ösztönös voltam, mindig az érzéseim után mentem. Én amikor elvégeztem az iskolát, bekerültem a balett együttesbe, én csak szerettem, csak szimplán szerettem. Ez egy szerelem, ez egy életen át tartó szerelem. Én most, hogy már nem működöm táncművészként, hogy abba hagytam a táncot, én akkor is, én örökké balettosnak érzem magam. Több éve érlelődik ez bennem. Már az Olivia születése után is azt éreztem, hogy hamarosan el kell jönnie a váltásnak, mert rengeteg, nagyon kemény és rengeteg logisztika a gyerekeket ellátni, és közben 100%-osan helytállni táncosként, és én egyikből sem szerettem volna engedni. Én szerettem, nem vagyok megrögzött maximalista, de szeretem, hogyha jelen vagyok, akkor jól végezzem a munkámat. Anyaként is, és táncművészként is. És ha ez nincsen meg valamelyik oldalról, akkor nem érzem jól magam, és akkor valamiből le kell adni, és nyilvánvalóan nem az anyaságból adok le, mert fontosak a gyermekeim, nem véletlenül vállaltam nagyon fiatalon gyerekeket.
nehéz volt így 20 év után lerakni. Volt egy fél év, amikor úgy húzott volna vissza a szívem, de tudtam, hogy ez a legjobb döntés, amit meghozhatok a családunk érdekében. Minden helyzetben alázatosnak kell lenni, szorgalmasnak és kitartónak, és ez csak előre visz. Emberileg is nyitottnak, és ha ezek mind megvannak, akkor te legyél táncművész, legyél egy bankár, legyél bárki, ezek mind előre fognak vinni, és ez mind a hasznodra fog válni. Én azt hiszem, ezek az egyik legfontosabb, vagy ezek azok a dolgok, amik nagyon fontosak. Elvezem, hogy kicsit sodródok most az ára, kicsit ebbe is bele kóstolok, kicsit abba is, és azt gondolom, hogy majd így hozza magával, sodor az életem, erre kell menjek. Nagyon élvezem, hogy a kreativitásomat, a színházban megszerzett tapasztalataimat, a színpadon megszerzett tapasztalataimat, a sminkben, azokat mind tovább tudom ebben a dologban vinni. Ez is egy alkotó, ez is egy művészet, ahogy alkotsz azokon az arcokon, bármilyen arcon. Nagyon, nagyon jó érzés egyébként. Jó érzés az is, hogyha a gyerekeket taníthatok, főleg kisebbeket, nagyon szeretek a kicsikkel foglalkozni. Illetve ez a marketing is érdekel, főleg amikor ilyen médiafelületeket kell kezelni, mind abban is, mind bármi, ami kreatív, az engem mind megmozgat és életben tart. Tényleg, ezt nagyon szeretem. Az a lételemem. A Katona József Színházba, Kecskeméten. Ott találkoztam először igazán a profi táncművészettel, és ez abban mutatkozott meg, ugye, hogy a Keveházi Gábor volt ennek a darabnak a koreográfusa. És ő hihetetlen fegyelmezett ember volt, és nagyon kemény. Nagyon-nagyon sokat követelt. Én akkor nem voltam túl ügyes, tehát nekem meg kellett küzdenem ezzel. Egy nagyon egyszerű lépést mutatott nekünk, hát majdnem a lábamat törtem benne, de elmondta, hogy gyakorolni, 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 és jó lesz. Hát az első pár évem itt a művészetiben nem volt fesztelen, mondjuk így. Küzdöttem a serdülőkorral, küzdöttem a hosszú végtagjaimmal, a megfelelni vágyással. Tehát harmadikos voltam. Igazából akkor. Hát más, az első fél éves vizsga. Nagyon gyengén teljesítettem előtte, az első két évem az minden szempontból se néptánc, se színpadi tánc, balett sem ment úgy, ahogy a többieknek. És de a mesternőm mindig bátorított egyébként, és hát én megdolgoztam. És akkor harmadikos voltam, amikor először kaptam jobb jegyet a féléves értékelésen, és talán akkor volt az, amikor el tudtam dönteni, hogy ennek lehet, hogy van jövője. Talán igazából most tudatosul bennem. Leigazolódott az, amit a Keveházi mondott, hogy gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. Kiderült számomra, hogy nem voltam tehetséges.
Viszont szorgalmam az volt. Balutó tanultam mindent. Amit a színházról érdemes tudni. Hogy építs fel egy karaktert? Milyen legyen a színpadon? Hogy viselkedj? Mit csinálj? Soha nem lehet megállni. Ha tévesztesz, menni kell tovább, nem fogják látni. Te tudni fogod, azzal neked kell megküzdeni. És amit Balú mondott még, hogy senkinek nem kell megfelelni, csak is saját magadnak. Egy olyan dologról beszélgetünk, ami nem munka, hanem valamilyen szinten, hát nem is valamilyen szinten, hanem szórakozás. És az, hogy én nekem ez a foglalkozásom, ez szerintem egy áldás. A tánc az... az a szívem csücske. Úgy érzem, hogy ennyibe tartozok az embereknek, hogyha eljönnek este színházba, és valami olyat várnak, amire nekik éppen szükségük van, hogy meg tudjam nekik adni. Hogy ne okozzak nekik csalódást. Mindenféleképpen a Pécsi Balettnél szeretnék maradni. Ha ügyelőként, ha díszletépítőként, díszletépítő leszek. Tehát nekem ezekkel nincsenek kritériumaim. Tehát ha ez lesz, ez lesz. Ezt fogom csinálni, de nagyon fontos, hogy a Pécsi Balettnél maradhassak. És tudjak segíteni. Mint ahogy nekem is segítettek. Az nem elég, hogy én mozgok. Azzal nem fogom meg a nézőt, azzal nem üzenek, azzal nem közlök. Tehát nekem egy karakter ábrázolási szintre is el kell jutnom. Ez nagyon sok akaraterő kell, nagyon sok. Mondhatnám, hogy csak is az kell. Egy táncosnak azt gondolom, hogy egy alapfeltétel, hogy egy egészséges maximalizmus meglegyen, hiszen amikor felmegy a színpadra, ott mindig a legjobbat kell nyújtani, hiszen ez a pillanat művészete. Itt nincs az, hogy újra forog a kamera. Egy teljes átszellemülésre van szükség. Eljátszani sok mindent el lehet, de megélni, aztán nehezebb. És ez a jó szerintem, hogyha valaki megéli a dolgokat. Tua pulcra
Mert a legnagyobb nyugalommal neki tud vágni a világnak egy kis bőröndel, mert az a tudás, amit megtanult, az mindenütt érthető. És akik ülnek a nézőtéren és nézik, szerintem nagyon sokan beleképzelik magukat a táncos helyébe, hogy milyen szuper dolog, és én ugranék ott úgy, vagy én forognék úgy. A táncművészet összeköti az emberiséget, hidakat képez, békét tud teremteni. Tehát a táncművészet ereje óriási. Azt hiszem, hogy az életemnek a kapaszkodója ez az egész művészeti ág, hiszen 8 éves koromtól csinálom, és valószínűleg, ha nem ezt csinálom, már sokszor elkeseredtem volna nagyon életembe. Nagyon nagy erőt ad. Nagyon nagy erőt ad, mert olyan összpontosítás és olyan akaraterőt kíván, amit nem tudok hasonlítani mással. Elengedhetetlen ahhoz, hogy ebbe a durva világba túléljünk. Ha egy fiatal táncol és tánccal foglalkozik, akkor túl fog tudni élni mindent. Mert a tánc maga olyan energiákat, olyan balanszot teremt a lélek és a test között, hogy bármire képes akkor az ember. Az való tehetség, az minden emberben megvan, szerintem. Egy nyelvet mindenki ért, és ez a zene és a tánc. Mindent meg kell tenni érte. Nem fog meghalni a tánc soha, én szerintem. Egy olyan fajta extázis, ami csak is egészséges lehet. Ez egy olyan dolog, amiért érdemes küzdeni.
tánc nagyon nagy erőt ad. Mindent jelent nekem, mindent.